Ármin napja. 5 éves agydaganatos kisfiú gyógyulásáért szerveznek családi napot szombaton Toronyban. Utcatakarítás. Elindulnak a seprőautók, szerdán reggel lezárják a Király utca egy szakaszát. Pickleball. Új rekreációs sportág hódít Magyarországon, Szombathelyen is bemutatót tartottak. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Az agydaganattal küzdő 5 éves Ármin javára szerveznek jótékonysági családi napot a toronyi 10 holdas pagonyban szombaton. Koncertek, tánc és sportbemutatók, kézműveskedés és sok-sok játék várja a látogatókat a lovarda teljes területén már délelőtt 9:30-tól. Árminról augusztusban derült ki, hogy rossz indulatú agydaganata van, ami már az idegpályákat is érinti. Egy svájci professzor immunterápiát javasolt neki, ami igen költséges. Ehhez vár a család minél több támogatót. Most bárki segíthet úgy, hogy közben egy szép őszi napot tölt el jó társaságban, színes programokkal. Ármin napja címmel szervezik meg a jótékonysági rendezvényt a toronyi lovardában szombaton. Olyan lesz, mint egy második gyereknap, hangzott el a beharangozó sajtótájékoztatón. A kellemes kikapcsolódás és a szórakoztató programok mellett Ármin gyógyulásához is hozzájárulhatnak a látogatók. Az 5 éves kisfiú édesapja beszélt a család ember próbáló küzdelméről. Augusztusban derült ki a diagnózis, rossz indulatú daganat a kisagyban, ami már az idegpályákat is átszövi és nem műthető. A sugárterápiát Ármin nem viselte jól, ezért abba hagyták, a kemót el sem kezdték, alternatív gyógymódokat kerestek. A kisfiú közel 5 hete egy Svájcban praktizáló magyar professzor által összeállított immunterápiában részesül, ami nagyon jó hatással van rá. Az elmúlt hetek alatt újra visszatért közénk, teljes egészébe. Ovis kurándulásokon vettünk már részt, mindenben aktív. Én nem mondom azt, hogy nem fárad el, hiszen a nap 24 órából áll, és neki 12 órát aludni kell, de hát az alvás az gyógyít, és minden egyes alvás alatt regenerálódik, és amikor felébred, akkor egy új nap indul, és ő sokkal aktívabb. Minden egyes nap aktívabb. A kezelés drága. A család a barátok biztatására fordult a nyilvánossághoz segítségért. Igazi közösség épült köréjük, rengetegen melléjük álltak. Sében már tartottak egy jótékonysági sportnapot Ármin gyógyulásáért, most pedig egy nagyszabású rendezvényre készülnek a 10 holdas pagonyban. Eredetileg egy koncertet terveztek, de annyian csatlakoztak, és oly sok ötlet jött, hogy nagyobb területre volt szükség. Egy hangulatos őszi napra készültünk, és emellett a gyerekeknek nagyon sok kézműves asztallal, vásári játékokkal készülünk, játszani lehet egész nap, illetve nyilván 5 hektár, az ősz kincsei mindenhol megtalálhatóak, diót lehet szedni, szép színes leveleket, ezeket díszíteni a kézműves asztaloknál. Nagyjából ezek azok, amik fix programok. Emellett lovaskocsizás, hogyha már lovardában vagyunk, akkor ez nem maradhat el. Lesz bábszínház, mesemondás, könyvbörze, sokféle tánc és sportbemutató. Közelről meg lehet nézni tűzoltó és rendőrautót. Fellép a Bolondok Aranya, Bújtás Ervin, este pedig a Tom Condors Moonshine zenekar ad fergeteges rockkoncertet. Minden programelemhez adománygyűjtő dobozokat helyeznek ki, ahová tetszőleges összeget lehet bedobni, délután pedig jótékonysági árverést szerveznek. Egyebek mellett színházi ajándékcsomagra, őszi ajtódíszekre, dedikált futball és futszálmez, ezekre labdákra, horgászbolti utalványra lehet licitálni. A rendezvényt eső esetén is megtartják. Végéhez közeledik a hegypásztorkör pályázati programja, amelyben szalmából készült termékek előállítása és felhasználása állt a középpontban. Amint egy 56 millió forint Európai Uniós forrásból, a Széchenyi 2020 keretében megvalósuló projektben 7 hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmaztak a szalmatermékek gyártásához. A megszerzett tudás később a megélhetésükhöz is hozzájárulhat. Magyarországon még kevésbé ismert szalmatermékek gyártásába kezdett a hegypásztorkör az oszkói szőlőhegyen. Ezeket az építőiparban, illetve fűtéshez lehet felhasználni. A zsúbkészítéstől a szalmapanel gyártásig innovatív foglalkoztatási program az Oszkói Szőlőhegyen című projektben piacképes szalmatermékek és szolgáltatások fejlesztése történik meg.
A zsuk készítéshez hagyományos szalmát használnak, darálva pedig brikethez és fájogvakolathoz használják. Ezek mellett egy teljesen modern, új fejlesztésű termék is helyet kap. Van egy olyan szalma hőszigetelő termékünk, ami alapvetően teljesen természetes helyi szalmából és nem mérgező anyagok keverékéből egy préselés által készül, teljesen ugyanúgy használható, mint bármilyen más most a piacon kapható hőszigetelés, táblás, vágható, dübelezhető, ugyanaz a rögzítés technika, ugyanaz a vakolat technika, csak teljesen tűzgátló, pára áteresztő, és hőszigetelési teljesítményét tekintve pedig abszolút versenyképes, gyakorlatilag megegyezik a hasonló karakterisztikájú ásványi szálas hőszigetelések teljesítményével. 20 évvel ezelőtt merült fel először a Vasi Hegyháton, hogy a hagyományőrzésből és a népi kultúrából munkahelyeket teremtsenek. Akkor elindítottak egy olyan programot, amelyben 6 hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli fiatalnak tanították meg a zsubkészítés, kévekettőzés rejtelmeit. Több olyan vállalkozás is alakult a térségben, akár ezekből a fiatalokból, aki ezt már magánpraxisként viszte tovább. Tehát például a szombathelyi skanzennek az épülete is elmondható, hogy a mesterek által újulnak meg, egyikük, vagy hát a főmester most is itt van, akik akkor tanulták ezt a szakmát. Szecsődi András a szombathelyi skanzen régi házain is javításokat végzett. A hegypásztor kör által ismerte meg a szakmát, amit azóta már oktat is. Azért fontos szerintem, mert egy kihalt mesterséget tudunk így megőrizni, és hogy mondjam, egy szép dolgot tudunk belőle előállítani. Ez a projektötlet 4 éve fogalmazódott meg a hegypásztorkör vezetőségének fejében. Az volt a cél, hogy ne csak a zsubkészítést tanítsák meg, hanem korszerű építőanyagokat is gyártsanak szalmából. Az egyik kísérleti termék az egy szalmapanel hőszigetelő tábla volt, aminél el is jutottunk oda, hogy Vasszécsenyben van egy vályogház, ami most kísérleti jelleggel fönn van ez a hőszigetelés, és emellett nyilván újra gondoltuk a zsup előállítási technikákat, sikerült beszereznünk egy kiskockabálázót, hiszen a szalmabál önmagába is, mint építőanyag, szigetelőanyag, egyéb anyag megjelenik. Aztán emellett több egyéb terméknek a fejlesztésére is sor került, ami közül én azt gondolom, hogy most a legnépszerűbb a szalma briket lesz. A programban 7, többségében hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztatnak 56 millió forint Európai Uniós forrás segítségével. Járdafelújítási munkák folynak a Stromfeld lakótelepen. Kezdődik az őszi utcatakarítás. Szerdán reggel a Király utcában dolgozik a seprőautó, nem lehet majd parkolni. Vágányzári menetrend van érvényben jövő csütörtökig a Szombathely hegyes halom vasútvonalon. Rövid hírekkel folytatjuk. Újabb járdaszakaszt hoznak rendbe a Szova ZRT munkatársai. Múlt héten kezdték el a munkát a Stromfeld lakótelepen a Váhi Péter utcában. A rossz állapotú, repedezett járda teljesen új aszfalt réteget kap. A betonozás már elkezdődött, a renoválás pár hétig biztosan eltart, addig a Szova a lakók és a közlekedők türelmét kéri. A közelmúltban elkészült a Derkovics lakótelepen a Szőrcsapó és Bem József utcákat összekötő kerékpárút felújítása, és új burkolatot kapott a Gazdag Erzsi utca. Szerdán elkezdődik a komplex Őci utca takarítás város szerte. A következő időszakban a Szova ZRT nagyobb egységgel vonul ki Szombathely utcáira, és folyamatosan tisztítják meg a forgalmasabb szakaszokat, illetve azokat a területeket, ahol nagyobb, lombhullató fák vannak. Seprőautókkal és kézi erővel takarítják a járda melletti, útszéli szakaszokat, továbbá az esővíz elvezetőkből is eltávolítják a lerakódott szennyeződéseket. Az érintett utcákat a közterület felügyelők segítségével már előző este lezárják a parkolóautók elől. Szerdán a Király utcában, a Nagyszáló környékén indul a munka, csütörtökön a Szél Kálmán utcában, pénteken pedig a március 15-e téren dolgoznak. A Szombathely hegyes halom vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt október 27-éig vágányzári menetrend van érvényben a Gyesebb vasútvonalán. A vágányzár miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek Szombathely és Répcelak, illetve Szombathely és Celdömölk állomások között. A vágányzár részleteiről bővebb tájékoztatást a Vasúttársaság honlapján olvashatnak.
Egy dinamikusan fejlődő rekreációs sportággal, a pickleballal ismerkedhettek meg az érdeklődők hétfőn az Agora Művelődési és Sportházban. Az új szabadidős sport szabályait könnyedén elsajátították a diákok és a tanárok, akik rögtönzött páros mérkőzéseken tehették próbára tudásukat. A bemutatót az ELTE Sporttudományi Intézete rendezte. Gondos előkészületeket követően hétfőn pickleball bemutatót rendeztek a sportház nagy termében. A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság, az Agora, az ELTE Sporttudományi Intézet, valamint az Országos Pickleball Szövetség összefogásával megvalósult rendezvényével csatlakozhattak az érdeklődők ahhoz a világszerte több mint 2,5 millió emberhez, akik rendszeresen űzik ezt a sportágat. Az a tapasztalatunk itt, akik játsszuk, hogy egyenlően nagyon sokan nagyon megmarkoljátok az ütőt. Hát lazán kell, azt szoktam én mondani, hogy tulajdonképpen a hüvelykúj mutatói az, ami igazán rászorít az ütőre, a másik három új, az szinte csak megtartja az ütőt. A program a szakák történetének és szabályainak ismertetésével kezdődött, majd az alap ütésformák után kisebb gyakorlással hangolódhattak a megjelentek erre a sportos mozgásformára. A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság az Agorával kötött együttműködés révén vagyunk itt, pickleball bemutatón. Ez egy új sportág, 2017 óta van Magyarországon, egyelőre Sopronban és Budapesten, de most már Szombathely is bázissá válik, ahogy látjuk a háttérben. A pickleball szépsége abban rejlik, hogy több különböző sportág elemeit ötvözi, így a squash és a tenisz épp úgy jelen van, mint a tollaslabda vagy az asztali tenisz. Mivel szabadtéren és teremben is könnyen játszható, így időjárástól függetlenül bárki ütőt ragadhat kortól, nemtől vagy sportos előképzettségtől függetlenül. A rendezvényen az egyetemi hallgatók mellett a tanárok is kedvet kaptak a pickleballhoz. Az oktatói csapatot Böhm Zoltán, az Országos Szakszövetség elnöke készítette fel, majd jó hangulatú mérkőzéseken tehették próbára ügyességüket a résztvevők. A rendezvényt követően együttműködési megállapodást írt alá a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság és az Országos Pickleball Szövetség. A közös munka hosszabb távon elősegítheti a sportolói bázis létszámának növelését. Hazai környezetben a budapesti Ebel vízilabda klub ellen bizonyított a hétvégén az Avus együttese. Az OB1B 5. fordulójának rangadóján a védekezések közti különbség döntött. Hajmási András vezérletével 9-5-re nyertek az aligátorok, és ezzel megerősítették helyüket a középmezőny elején. Izgalmas mérkőzéssel folytatódott a szombathelyi aligátorok számára az OB1B-s vízilabda bajnokság. A Debrecenben elszenvedett vereség után ismét hazai környezetben bizonyíthattak Cupán Norbert tanítványai. Ezúttal a fővárosi Ebel vízilabda klub látogatott a Vasi megye székhelyre. A fordulót megelőzően mindkét gárda egy-egy győzelemmel rendelkezett, így nagy csatára volt kilátás. Az első félidőben eleinte a fővárosi együttes akarata érvényesült, majd Hajmási vezérletével előbb egyenlített, majd fordított az Avus. A kiváló védekezés mellett még a kapufa is a szombathelyeket segítette. Marciewski távoli lövésével már 3 góllal állt jobban a házigazda, és az előnyt a fél időig meg is őrizték az aligátorok. A folytatásban már többet hibáztak a csapatok, ugyanakkor a Vasi gárda kiváló védekezéssel őrizte a magabiztos fort. Kovács Kevinék végül megérdemelt 9-5-ös győzelmet arattak a lélektanilag fontos rangadón. A meccs előtt annyit mondtam a srácoknak, hogy 6 gólnál nem szeretném, hogyha többet kapnánk, tehát a védekezés az legyen rendben. Ha jól emlékszem, hogy a 9-5 lett a mérkőzés, tehát ez a része nagyon jól sikerült. Azért támadásban vannak hiányosságok, meg van egy kis hiányérzetem. Győzelmével megszilárdított a helyét a középmezőnyben az Avus, amelyre a következő hetekben kulcsfontosságú idegenbeli fellépések várnak. Először október 22-én 11 órakor Székesfehérváron bizonyíthatnak az aligátorok, majd közvetlen riválisuk a Tatabánya otthonából szeretne pontokat rabolni a Cufán legénység. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és új Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!